15. fejezet. Kate fölkapott egy konyharuhát, és gyorsan megtörölte a kezét, hogy fölvehesse a telefont. Halló? Szia, Kate, szólt Marshall a vonal másik végén. Kate már sejtette, mi következik. Szinte állandóan ez ment az utóbbi két hétben. Marshall, éppen a vacsorát főzöm, és úgy készültem, hogy mind a négyen együtt eszünk. Igen, tudom. Marshall mindig ilyen hangsúllyal beszélt, ha ki akart bújni valami alól. Marshall. Kate hátat fordított a nappalinak, ahol Sandy és Sean együtt tanultak, beszélgettek, bár inkább csak beszélgettek. Nem akarta, hogy lássák a csalódottságot az arcán. Kicsit lehalkította a hangját. Szeretném, ha ma itthon vacsoráznál. A héten minden nap későn jöttél haza. Olyan sokat dolgozol, olyan elfoglalt vagy, szinte már nincs is férjem. Kate, vágott közbe Marshall. Csak arról van szó, hogy egy kicsit késni fogok, nem pedig arról, hogy egyáltalán nem megyek haza. És mennyi az a kicsi? Akarta konkretizálni Kate. Hát, Marshall egyáltalán nem tudta biztosra. Mondjuk egy óra? Kate nem tudta, mit válaszoljon. Felháborodottan sóhajtott egyet. Marshall megpróbálta engesztelni. Figyelj, Kate, amint csak tudok, otthon leszek. Kate elhatározta, hogy mégiscsak elmondja a telefonba azt, ami egy ideje nem hagyta nyugodni. Ki tudja, lesz-e rá alkalma máskor. Aggódom Sandy miatt, bökte ki. Mi baj van vele már megint? Legszívesebben felpofozta volna ezért a hangsúlyért. Marshall, ha csak egyszer-egyszer ide tolnád a képed, akkor tudnád. Olyan, nem is tudom. Nem olyan, mint amilyen volt. Aggódom, hogy Sean rossz irányba befolyásolja. Miért, milyen irányba befolyásolja? Próbált figyelmet fordítani a témára. Ezt nem tudom a telefonba elmondani. Most Marshall sóhajtott. Jól van, majd megbeszéljük. De mikor, Marshall? Hangzott a kérdés korholón. Még ma este, amikor hazaérek. Ő előttük nem beszélhetünk erről. Nem is úgy gondoltam. Értette, hogy gondoltam. Marshallnak kezdett elege lenni ebből a beszélgetésből. Gyere haza, Marshall, kérlek. Oké, rázta le magáról felesége kérését. Marshall letette a kagylót, anélkül, hogy kifejezésre juttatta volna gyöngétségét, szeretetét. Egy pillanatra meg is bánta, és arra gondolt, hogy ez rosszul esetett Kate-nek, de aztán az előtte álló kemény feladatra összpontosított. Péntek este volt. Most már biztosan otthon van a professzornő. Tárcsázott, és ezúttal ki is csengett a telefon. Csörgés. Még egy csörgés. Majd egy kattanás. Halló? Halló, itt Marshall Hogan, az Eston hírmondó szerkesztője. Julie Langstrath professzorral beszélek? Igen, én vagyok. Miben segíthetek, Mr. Hogan? A lányom, Sandy, a maga előadásaira jár. Á, nagyszerű, konstatálta látszólag örömmel. És arra gondoltam, mi lenne, ha megbeszélnénk egy időpontot, és csinálnánk egy interjút. Valamelyik tanársegédemmel kellene felvennie a kapcsolatot. Ők foglalkoznak a hallgatók problémáival és tanulmányi előmenetelével. Tudja, óráinkra meglehetősen nagy számban járnak diákok. Nem egészen erre gondoltam. Kifejezetten magával szeretnék interjút készíteni. A lánya ügyében? Attól tartok, nem ismerem őt. Nem hiszem, hogy sokat tudnék, szabadkozott az oktató. Beszélhetnénk kicsit a kurzusról természetesen, és persze kíváncsi lennék arra is, milyen más tevékenységet folytat az egyetemen. Gondolok itt azokra a fakultatív tárgyakra, amelyeket esténként tart. Vagy úgy, szólt Langstrath egyre mélyülő hanglejtéssel, ami nem volt túl biztató. Igen, kísérleti oktatás keretében foglalkozunk ilyesmivel is. Ha erre kíváncsi, a felvételi irodában kaphat néhány régi szórólapot, de közölnöm kell magával, hogy komoly fenntartásaim vannak a sajtónak adott interjúkkal kapcsolatban, így nem áll módonban ebben rendelkezésére állnom. Szóval nem akarja megbeszélni velem, hogy milyen befolyásos emberek is vannak a baráti körében, kezdett a tárgyra térni Hogan. Nem egészen értem a kérdését. És a hangjából úgy tűnt, hogy nem is nagyon méltányolta. Elf Brummel rendőrfőnök, Oliver Young tiszteletes, Dolores Pinkston, Dwight Brandon, Eugene Bylor, John Baker. Nincs semmi hozzáfűzni valóm, mondta élesen Langstrath. És lenne még néhány halaszthatatlan tennivalóm.
Van még valami, amiben segíthetek? Hát, Marshall úgy gondolta, ezzel még megpróbálkozik. Azt hiszem, még valamit megkérdeznék, és pedig azt, hogy miért dobott ki legutóbb az órájáról. Langstreth most már kezdett ingerült lenni. Fogalmam sincs, miről beszél. Egy hétfő délután történt 2 hete. Az én pszichológiája, azt hiszem ez volt az előadás címe. Én voltam az, akit kiküldött a teremből. Langstreth hitetlenkedve felnevetett. Halvány gőzöm sincs, miről beszél. Nyilván összetéveszt valakivel. Nem emlékszik? Rám szólt, hogy menjek ki és odakint várjak. Biztos vagyok benne, hogy összetéveszt valakivel. Elnézést, talán nem hosszú szőke haja van? Jó éjszakát, Mr. Hogan, mondta a professzornő, és letette a kagylót. Marshall csak állt és nézett. Mi mást vártál, Hogan? Kérdezte magától. Lecsapta a telefont, és átment a másik helyiségbe. Elárulnád végre, hogy akarod sarokba szorítani Langstrethet? Csipkelődött Burnis, és fölnézett a munkájából. Marshall érezte, hogy elönti fejét a vér. Ember, egészen belevörösödtél, észlelte Burnis is. Egyetlen este ennyi temperamentumos nővel beszélni kicsit sok. Ráadásul az egyik maga Langstreth volt. És én még azt hittem, hogy Harmel túlzott, magyarázkodott. Burnis izgatottan megfordult. Sikerült elérned Langstrethet? Sikerült beszélnem vele úgy körülbelül 32 másodpercen keresztül. Egyáltalán semmi közölni valója nem volt számomra, még arra sem emlékezett, hogy kirúgott az órájáról. Burnis bolondos arcot vágott. Hát nem érdekes, hogy ránk senki nem akar emlékezni? Bizonyára láthatatlanok vagyunk. Vagy inkább nem kívánatosak. Meg lehet. Burnis nekilátott, hogy folytassa a papírmunkát. Langstreth professzor valószínűleg nagyon elfoglalt, túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy kíváncsiskodó újságírókkal tárgyaljon. Egy nagy kötek papír vágódott hozzá hátulról. Gyorsan megfordult, de Marshall valamiféle listákat tanulmányozott nagy odaadással, és úgy tett, mintha semmiképpen nem ő lett volna az, aki odahajította. Kíváncsi vagyok, szólt, hogy elérem-e még egyszer Harmelt, bárha sikerülne, sem valószínű, hogy beszélne. Az iratköteg most őt találta el. Burnisre pillantott, de a lány halálos komolysággal görnyedt a munkája fölé. Még hogy ő lett volna. Nyilvánvaló, hogy túl sokat tud, válaszolt komolyan. Szerintem ő is és Trón is teljesen be vannak ijedve. Valószínű, értett egyet a főnöke. Hirtelen eszébe jutott valami. Harmel még figyelmeztetett is engem. Valami olyasmivel ijesztgetett, hogy engem is ki fognak rúgni, mint a többieket. No és kik azok a többiek? Kérdezte Burnis. Ez az. Kik vannak még, akiket kirúghattak? Burnis belenézett a jegyzeteibe. Ahogy végignézem most ezt a listát, úgy tűnik, a rajta szereplő emberek egyike sem túl régóta van a maga pozíciójában. Az iratcsomó Gellert kapva ismét Burnisnél landolt és szétszóródott az íróasztalán. Tehát kiket cseréltek le? Kérdezte Marshall. Burnis ünnepélyesen szedegette össze a lapokat és úgy mondta. Azt könnyen ellenőrizhetjük, de addig is föl kellene hívni Stront. Közben odahajította a férfihoz az egész papírköteget. Hogy ő mit mond? Marshall röptében elkapta, gyorsan hozzágyűrt még néhány aktát, és az egészet visszapasszolta a lánynak. Burnis már felkészült, hogy hasonló ellentámadást hajtson végre. Oké, szólt Marshall, és elnevette magát. Felhívom. Hirtelen papírfelhő borította el az egész íróasztalát. Na, most már legfőbb ideje, hogy befejezzük. A feleségem vár. Ezzel letették a fegyvert, és még mielőtt hazamentek volna, rendet csináltak. Rafár föl alá járkált a sötét alaksori teremben. Forró lehelete felhővé állt össze, és homályba borította váltól fölfelé. Öklével hadonászott, kinyújtott karmaival tépte, szaggatta láthatatlan ellenségeit. Átkozódott és szitkozódott. Lucius a többi harcossal együtt arra várt, hogy Rafár lecsillapodjék végre, és közölje velük az összejövetel célját. Eston fejedelme tulajdonképpen élvezte a jelenetet. Strongman nyilvánvalóan helyre utasította Rafárt, ezt a nagyszájú, hetvenkedő ficsúrt. Lucius arcán önelégült mosoly bujkált. Nem mondta meg az a kis angyal, hogy hol található meg ez a... Hogy is hívják? Szemtelenkedett Lucius, aki amúgy nagyon is jól tudta tálnevét.
Tál, bömbölte Ráfár. A név puszta említésére is megremegett a megalázottságtól. A kis angyal, az a tehetetlen kicsi angyal, semmit nem mondott neked. Ráfár ormótlan fekete öklével elkapta Lucius nyakát. Gúnyolodni mersz, te ronda kis manó. Lucius időközben megtanulta, hogyan kell megalázkodni a kényúr előtt. Ugyan, ne bántódj meg, hatalmas úr, csak a kedvedben akarok járni. Akkor inkább kerítsd elő Tál kapitányt, morogta Ráfár. Elengedte Luciust és a többiekhez fordult. Mindannyian, kutassátok fel Tál tartózkodási helyét. A kezembe akarom kaparintani, hogy darabokra szankathassam. Nem lesz kétséges a csata kimenetele, ha előkerül. Találjátok meg! Hozzatok hírt róla! Lucius nyafogó hanghordozás mögé próbálta rejteni szavait, melyeknek természetesen egészen más céljuk volt. Megtesszük, hatalmas úr, de ez a Tál félelmetes ellenség lehet, ha le tudod győzni Babilon bukásakor. Hogy fogsz szembeszállni vele, ha megtaláljuk? Rámersz majd támadni megint? Ráfár vigyorogni kezdett és kivillantotta agyarait. Majd meglátjátok, mire képes a fejedelmetek. És bár ne látnánk meg, mire képes ez a Tál. Ráfár Lucius fölé hajolt, és szikrázó sárga szemekkel nézett rá. Ha már legyőztem Talt, és szafatokra tépett testét győzelmi jelként az ég minden irányába szétdobáltam, akkor majd te is meg fogod tanulni, hogy méltóképpen tisztelj engem. Már alig várom azt a gyönyörű pillanat. Ráfár megfordult, egy pillanatra az egész termet betöltötték hatalmas fekete szárnyai, aztán elrugaszkodott és repülve hagyta el az épületet. Bajós előjelként órákon át Eston fölött körözött, lassan, mint egy keselyű, kardját kihívóan tartva a kezében. A városbeli angyalok különböző búvóhelyeikről figyelték, hogyan kanyarog újra és újra végig a belváros épületei között, hogy aztán ismét méltóság teljesen a magasba emelkedjen. Lent egy homályos pincehelyiség mélyéről szájon jól látta, amint Ráfár megint elhaladt a fejük fölött. Mellette néhány úcska ládán ült a kapitány, Gájló, Triszkál és Mota. Triszkál a többiek segítségével sebeit ápolta és szárnyait foltozgatta. Nem értem, szólt szájon, miért csinálja ezt? Tál fölnézett Triszkál sebeiről és tárgyilagos hangon válaszolt. Engem akar előcsalogatni. Mota helyeselt. Igen, a kapitányt akarja. Nyilván valami nagy dicsőséget ígért annak a démonnak, aki megtalálja Tál kapitányt, és a nyomára vezeti Ráfárt. Ezért nyüzsög démonoktól a templom. Az volt az első hely, ahova mentek. Jegyezte meg Mogorván Gájló. Tál előre megsejtette szájam következő kérdését, és rögtön válaszolt is rá. Szigna és a társai még mindig ott vannak. Igyekszünk a templomot állandó őrizet alatt tartani. Szájan nézte, ahogy Ráfár a város túlsó végén visszafordul, és egy újabb körbe kezd. Bajban lennék, ha egy ilyen belém kötne. Az az igazság, hogyha most kellene kiállnom vele, könnyen lehet, hogy veszítenék, válaszoltál minden szégyenkezés nélkül. És ezt ő is tudja. Nincs még elég ima támogatásunk, ugyanakkor neki megvan a tevékenységéhez szükséges háttér. Mindannyian hallották Ráfár hatalmas hártyás szárnyainak suhogását, és látták, hogy egy pillanatra rávetődött az árnyéka az épületre, ahogy elhaladt felettük. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Henk megint a nyakába vette a várost. Az úr vezetése szerint járta az utcákat, és közben szüntelenül imádkozott. Belül érezte, Istennek különleges célja van ezzel a sétával, bár fogalma sem volt, mi lehet az. Krioni és Triszkál két oldalról közrefogták, úgy kísérték. Néhány harcost megbíztak azzal, hogy őrizzék Mérit, aki otthon maradt. Triszkál különösen éber és óvatos volt, még frissen éltek benne a Ráfárral való összetűzés emlékei. Izgatotta a figyelte, hova fognak kiukadni. Henk befordult egy utcába, ahol még sohasem járt, és megállt egy ifjúsági klub előtt. Már sok rosszat hallott erről a helyről, de semmilyen közvetlen tapasztalata nem volt. Ott állt a bejáratnál, és csodálkozva bámulta, mennyi fiatal járkál ki és be erre a bűntanyára. Végül rávette magát, belépett ő is. Krioni és Triszkál mindent megtettek, hogy jelenlétük ne tűnjön fenyegetőnek. A klub neve találó volt, Barlang. A sötét mennyezeten itt-ott elhelyezett halványan pislogó, kék gömböktől eltekintve hiányzott a világítás a teremben.
Helyette körös körül videójátékok vége láthatatlan hosszú sora vibrált, zenélt. Amit megspóroltak a világítással, azt behozták a hangerővel. A hangszórókból keményen dübörgött a heavy metal, és összekeveredett a játékautomaták elektronikus hangjával. A tulaj a pénzváltópult mögött üldögélt a sarokban, és egy pornó magazint lapozgatott, amikor éppen nem akadt dolga. Hank még életében nem látott annyi negyed dollárost, mint amennyi ott hevert előtte az asztalon. A legkülönbözőbb korú fiatalok jártak ide, ez volt a törzshelyük. Iskola után hétvégeken mindig itt lófráltak, játszottak. Fiúk, lányok összeálltak, jött a kábszer, a szex. Hank tisztában volt azzal, hogy nem elsősorban a játékautomaták, nem is a dekoráció vagy a félhomály, hanem az itt anyázó démonok átható, mocskos atmoszférája tette pokolivá ezt a helyet. Úgy éreztem, mentem fölfordul a gyomra. Krionira és Triszkára sárga szempárok százai meredtek a terem sötét zugaiból. Már hallották is a pengék fémes csörrenését, ahogy a démonok támadásra készen kardot rántottak. Eléggé ártalmatlannak látszom? Kérdezte Triszkál halkan. Soha többé nem hiszik el rólad, hogy ártalmatlan vagy, válaszolt Krioni kissé nyersen. Mindketten körülnéztek. Megpróbáltak békés benyomást kelteni, föltették a kezüket, hogy ezzel is kifejezésre juttassák, nincsenek ellenséges szándékaik. A démonok várakozást teljesen néztek. A csupasz pengék vörösen izzottak a sötétben. Hol van Seth? Kérdezte Triszkál. Biztosan útban van már. Triszkál izmai megfeszültek. Krioni követte a tekintetét, és észrevette, hogy egy dühös démon közeledik feléjük. Még nem rántotta elő a kardját, de harcra készen rajta tartotta a kezét, és mögötte is jó néhányan fegyverrel a kézben követték. A fekete szellem végigmérte a két angyalt. Semmi keresnivalótok itt, sziszegte. Mit akartok? Krioni udvariasan válaszolt. Az Isten emberét őrizzük. A démon Hankre pillantott, és fölényeskedő stílusa egyből megváltozott. Bús! Kiáltotta döbbenten, és az egész társaság hátra hőkölt. Mit keres itt? Ezt most nem áll módunkban megvitatni, válaszolt Triszkál. Gúnyos mosoly volt a válasz. Te lennél Triszkál? Én vagyok. A démon felnevetett, sárga és vörös pára tört elő a szájából. A bunyós angyalka, mi? A többiek vele együtt röhögtek. Triszkál nem válaszolt. Nem is lett volna rá idő, mert a démonok egyszer csak izgatottan, szemeiket forgatva szétrebbentek és riadtan húzódtak vissza a sötét sarokba. Ugyanakkor Krioni és Triszkál érezték, hogy erő áramlik szét a bensejükben. Hankre pillantottak. Imádkozott. Drága Istenem, fohászkodott halkan, segíts, hogy megérinthessük ezeknek az embereknek a szívét. Segíts, hogy megváltozzon az életük. Hank nagyon jókor kezdett imádkozni, mert a hátsó bejáratnál óriási zűrzavar támadt. Három démon érkezett lélekszakadva, kezükkel és szárnyukkal fették be fejüket, és sziszegve nyáladzva jajveszékeltek. Egy nagyon magas, rendíthetetlen angyali harcos üldözte őket egészen idáig. Nézd csak, szólt Triszkál. Seth idehozta Ron Forsythot. Ettől féltem, válaszolt Krioni. Triszkál arra a fiatalemberre utalt, akit alig lehetett kivenni a három fekete démon között. Zavartan támolygott a pusztító erők fogságában, melyek ide-oda taszigálták, ahogy védekezve elelhajoltak a hatalmas harcos kardja elől. Seth tökéletesen ura volt a helyzetnek, és egyenesen Hank Bush felé terelte őket. Csáó, Ron! Hallatszott a játékautomaták felől. Sziasztok! Nyögte Ron, és nehézkes mozdulattal a hang irányába intett. Meglehetősen levertnek látszott. Hank meghallotta a nevet, és észrevette, amint Ron Forsythe pont felé jön. Egy pillanatig nem tudta, ott maradjon-e, vagy térje neki az útból. Ron magas, vékony fiú volt, piszkos trikót és farmert hordott. Hosszú, gondozatlan haja belelógott a szemébe. Kifejezéstelen tekintettel bámult, mintha egy másik világban járna. Hank felé támolygott, néha hátra nézett, mintha üldöznék, néha visszahőkölt, mintha egy szakadék tátongan előtte. Hank figyelte, hogyan közeledik, és elhatározta, nem tér ki az útjából. Ha az az úr akarata, hogy ők ketten találkozzanak, akkor erre most sor fog kerülni. Ron megállt előtte, és az egyik videójátéknak dőlt.
Ismerősnek tűnt neki az előtte álló férfi. A srácba kapaszkodó démonok remegni kezdtek, és aggodalmas pillantásokat vetettek a mögöttük tornyosuló Szetre, meg az előttük szobrozó másik két angyalra. Ami a szobában tartózkodó többi démont illeti, ők már készülöttek az összecsapásra. Sárga szemeiket félelmetesen forgatták, kardjukat csörgették, és csak egy valami tartotta mégis vissza őket, az imádkozó férfi. Á, hello! Szólította meg Hank a fiatal embert. Hank Bush vagyok. Ron üveges szemekkel bámult rá, hadarva beszélt. Látásból már ismerlek, te vagy az a prédikátor, akiről a szüleim annyit beszélnek. Hank vette a bátorságot és rákérdezett. Ron? Ron Forsythe? Ron nyugtalanul pillantott körbe, mintha rajta kapták volna valamin. Igen. Hank a kezét nyújtotta felé. Áldjon meg az Úrron, nagyon örülök, hogy megismerhetlek. A három démon vicsorogni kezdett, de az angyalok sakban tartották őket. Jövendőmondás, ismerte fel Triskál az egyiket. Jövendőmondás még erősebben kapaszkodott tűhegyes karmaiban Romba, úgy sziszegte. Mit akarsz tőlünk? A fiút, válaszolt Krioni. Nem, te nem mondod meg, hogy mit csináljunk. Rikácsolta a másik démon, és konokul ökölbe szorította a kezét. Lázadás, ha nem tévedek, kérdezte Krioni. A démon nem tagadta. A fiú, a miénk. A teremben tartózkodó szellemek kezdtek fölbátorodni, és egyre közeledtek. Gyerünk, vidd ki a fiút innen, kezdeményezte Krioni. Hank Ron vállára tette a kezét. Menjünk ki, beszélgessünk egy kicsit. Minek? Kérdezte jövendőmondás és lázadás egyszerre. Minek? Tiltakozott Ron. Gyere csak, mondta Hank gyöngéden. Kiléptek az utcára. Triskál az ajtóban maradt. Jól megmarkolta a kardját, és csak Ron démonjait engedte ki. Ron lerogyott egy közeli padra. Hank a vállára tette ismét a kezét. Belenézett Kába szemeibe, és azon gondolkozott, hol is kezdje. Hogy érzed magad? Kérdezte végül. A harmadik démon Ron feje köré fonta kövér nyálkás karjait. A fiú lehorgasztotta a fejét, és majdnem elbóbiskolt, mintha nem is hallotta volna Hank szavait. Seth megbökte a démont a kardja hegyével. – Mi van? – visította a démon. – Varázslás? A démon megrészegülten nevetett. – Egyre jobban a befolyásom alá kerül, sosem fog megszabadulni tőlem. Ron kábult, buta tekintettel a szemében kuncogni kezdett. De Hank érzett valamit a szellemében, ugyanazt a szörnyű jelenlétet, mint azon a bizonyos éjszakán. Gonosz szellemek egy ilyen fiatal fiúban. Uram, mit tegyek, mit mondjak? Az Úr válaszolt, és Hank most már tudta, mit kell tennie. Ron, imádkozhatok, érted? A fiú Hankre emelte tekintetét, és szinte esedezve mondta. Igen, imádkozz értem. De a démonok nem kértek az ilyesmiből. Egy akarattal kiáltottak Ron elméjéhez. Nem, 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 semmi szükséged erre. Ron hirtelen ingatni kezdte a fejét, idegesen fészkelődött, és úgy motyogta. Nem, nem, mégse, nem szeretem az ilyesmit. Hank nem tudta eldönteni, hogy végül is mit akar a fiú. Vagy talán nem is ő az, aki beszél. Imádkozom érted, jó? Szólt Hank. Tisztázni akarta a dolgot. Nem, ne... mondta Ron, de aztán esedezve hozzátette. De imádkozz, kérlek. Gyerünk, imádkozz, búzdította Krioni is. Nem, kiáltozták a démonok. Nem kényszeríthetsz arra, hogy kimenjünk belőle. Imádkozz, dörögte Krioni. Hank tudta, hogy legjobb lesz, ha kézbe veszi a dolgok irányítását, és imádkozik Ronért. Keze már úgyis a fiú vállán volt, így hát nagyon szelíden imádkozni kezdett. Úr Jézus, Ronért imádkozom. Kérlek, érítsd meg őt, és szólj az elméjéhez. Szabadítsd meg őt, Uram, ezektől a szellemektől, amelyek fogságban tartják. A démonok nyűszítettek és vonyítottak. Utolsó erejüket megfeszítve kapaszkodtak bele Romba. A fiú nyöszörgött és a fejét rázta. Megpróbált fölállni, de visszahanyatlott. Hank kapott egy kijelentést az Úrtól. Egy nevet. Varázslás. Elhagyod őt Jézus nevében. Ron vonaglani kezdett a padon, és fölkiáltott, mintha egy kés zúrtak volna bele. Olyan erővel szorította meg Hank karját, hogy az már az elviselhetőség határát súrolta.
De varázslásnak engedelmeskednie kellett. Jaj, veszékelt, üvöltött, szitkozódott, de engedelmeskedett, és szárnyaival verdesve eltűnt a közeli bokrokban. Ron fájdalmasat sóhajtott, és elkeseredetten pillantott Hankre. Gyerünk, gyerünk tovább, ez kim van, nyögte. Hank meglepődött, megfogta Ron kezét, hogy egy kicsit megnyugtassa, és mélyen a szemébe nézett. Egy esedező lélek pillantott vissza rá, de tekintete már tisztább volt. Most mit tegyek, uram? Az úr válaszolt, és Hank kimondta a másik nevet is. Jövendőmondás. Ron felbőszült pillantást vetett Hankre, és rekedt hangon kiabálta. Nem, engem soha! De Hank folytatta. Jövendőmondás, Jézus nevében kimész belőle. Nem, tiltakozott Ron, de aztán gyorsan így szólt. Gyerünk, jövendőmondás, kifelé, semmi közünk egymáshoz ezentúl. Jövendőmondás kelletlenül, de engedelmeskedett. Hank imáinak eredményeképpen a Ron Forsythtal való együttlét már egyébként sem számított kellemes időtöltésnek. Ron megint megnyugodott egy kicsit, és a könnyeivel küszködött. Seth megbökte az utolsó kicsi démont. Na és te, lázadás! Lázadás nem tudta, mit évő legyen. Ron érezte, hogy valami ott van még. Szellem, kérlek, távozz, elegem van belőled. Hank imádkozni kezdett. Szellem, kifelé, Jézus nevében hagyd el Ront. Lázadás mérlegelte Ron szavait, Seth kardjára pillantott, aztán az imádkozó férfira, végül kiment Ronból. A fiú összerándult, mintha görcsöt kapott volna, de aztán fölegyenesedett, és így szólt. Igen, igen, kiment. Seth elhesegette a három démont a közelből, mire azok bemenekültek a barlangba. Hank megragadta Ron karját, és magában imádkozott. Olyan hihetetlen, olyan magával ragadó, olyan félelmetes, és mégis olyan magától értetődő volt az egész. Szellemi harc második lecke. Hank biztos volt benne, hogy az úr olyan dolgokra akarja megtanítani, amelynek segítségével képes lesz arra, hogy győztesen kerüljön ki a harcból. Ron a szeme láttára teljesen átváltozott. Megnyugodott, könnyebben vette a levegőt, és élet költözött a tekintetébe is. Hank végül halkan áment mondott, és megkérdezte. Jól vagy, Ron? Igen, jobban, köszönöm. Hankre nézett, és szinte bocsánatkérő mosoly jelent meg az arcán. Olyan fura. Nagymázli, éppen ma gondoltam arra, milyen jó lenne, ha valaki imádkozna értem. Egyszerűen nem bírtam már tovább hordozni a terheket. Hank nem volt meglepve. Az úr munkálkodik az életedben. Soha senki nem imádkozott még értem. A szüleid állandóan imádkoznak. Igen, ők igen, és mi is a gyülekezetben. Mindannyian szorítunk neked. Ron most először tiszta szemmel nézett Hankre. Szóval te vagy a szüleim lelkésze, igaz? Idősebbnek gondoltalak. Pedig nem vagyok sokkal idősebb, mint amennyi idős vagyok, szellemeskedett Hank. És ott a gyülekezetben a többiek is olyanok, mint te vagy? Hank huncogott. Mindannyian emberek vagyunk. Vannak erényeink, és vannak rossz tulajdonságaink. De Jézus bennünk él, és ő különleges szeretetet ad a szívünkbe egymás iránt. Elbeszélgettek. Szóba került az iskola, a város, Ron szülei, a kábítószerek, Hank gyülekezete, más keresztények és Jézus. Ron észrevette, hogy bármi is legyen a téma, Hanknek mindenről Jézus jutott eszébe. De nem is bánta. Nem olyan volt ez, mint holmi furfangos üzleti fogás. Hank Bush valóban hitte, hogy minden probléma megoldásának a kulcsa Jézus Krisztus. Így aztán, miután már minden más témát átbeszéltek, és mindenütt Jézusra lyukadtak ki, Ron végre hagyta, hogy Hank Jézusról, csak Jézusról beszéljen neki. És nem volt unalmas. Hank valóban izgalomba tudott jönni Jézusért.